Kistarcsán 2014. november 20-án rendhagyó könyvbemutatót tartottak a helyi Nosztalgia étteremben, hiszen Juhász István, a város alpolgármestere, mint első könyves író mutatkozott be a közönségnek. A Menekülés a Földről című sci-fi kalandregény az ifjú tehetségeket felkaroló Álomgyár kiadó gondozásában jelent meg. Külön öröm nekünk, hogyha egy magyar szerző könyve a piacon helyet kap, mert mostanában csak a külföldi szerzőkre jut figyelem. Úgyhogy egy újabb magyar remek mű kerül majd a polcokra, és azt mondta a szerkesztőnk, hogy nem fogunk leégni vele, úgyhogy belevágtunk ebbe a könyvbe. A beszélgetésen ifjabb Juhász István hangsúlyozta, nagyon sok munka, míg a kéziratból ilyen igényes tartalmú könyv születik. Hosszú folyamat volt ez. Egy másfél-két éve született meg maga a kézirat, tehát azért nem tényleg az, hogy könyv, mert igazából nem is gondoltam volna akkor, amikor megírtam először ezt az egészet, hogy mire ez könyv lesz, az tényleg mennyi munka, meg mennyit kell belefektetni időt. Aztán ez ugye egy darabig úgymond hevert az asztalomon, ugye ma már ugye a laptopomban, és mindig, amikor eszembe jutott valami, akkor változtattam rajta, hozzáírtam, kivettem belőle, de inkább hozzáírtam, ami aztán ugye a szerkesztéstől ugye ki is került jelentős része. Tehát ugye itt a kedvencem, hogy aki a szerkesztő úr, a Tibor, hogy őra is említést tegyünk, tehát így mondtam is a srácoknak, hogy amit ő ott a jegyzetekbe írt, hogy mit kéne szerint átírom megváltoztatni, az abból egy külön könyvet lehetne egyébként kiadni, hogy így készült. Csak az ötlet az eredet, amit egyébként megírtunk még. Igen, tehát igazából most mindent összefoglalva, hogy a kézirattól, amíg egy könyvből könyv lesz, azért az tényleg rengeteg kézen át, rengetegszer vissza kell nyúlni, akár alapvető dolgokhoz is újraírni. És igazából ez az egész szerkesztési folyamat, ami elkezdődött nyáron, és most ért véget, egy-két héttel ezelőtt, ez igazából nekem is, én úgy érzem, hogy rengeteg mindent tanultam belőle, remélem, hogy ez majd a jövőbeni, esetlegesen a jövőbeni könyveimen is majd látszódni fog. Tehát én úgy érzem, hogy nagyon sokat tanultam a kiadónak a szakembereitől, és hát remélem, hogy ez a könyv be fogja váltani az ígéreteket, és ez köztünk egy hosszú távú együttműködés lesz. A 272 oldalas regény egy utopisztikus világot mutat be, ahol a Föld elpusztult, az életben maradt emberek pedig a fénytől elzárva föld alatti kolóniákba élnek. Juhász István a science fiction és fantasy elemeket felvonultató könyvében a főszereplőt elhunyt nagypapájáról, Halász Ervinről mintázta. Egy-két ajándék példánk szeretnék azért átadni, úgyhogy először is a főszereplőt úgy hívják, hogy Halász Ervin. Na most ő nekem a nagypapám volt, aki szegény már nincs itt. És a másik szereplő mellette egy István, tehát fölfogható egy közös kalandnak, ami mondjuk nem történt sajnos meg. De ezért lett Halász Ervin a főszereplő, és akkor magának szeretnénk. Másikat pedig természetesen a szüleidnek szeretném odaadni, akik lehetővé tették, hogy megtanulnak írni és olvasni. Látjék volna még egy kis oktatás! Most még egy van, igen. Ez még természetesen életem szerelmének, és a másik életem szerelmének ugye kettő is van. Az eseményen részt vett Kistarcsa első embere Solymosi Sándor is, aki elismeréssel beszélt a politikai pálya mellett íróként is debütáló ifjabb Juhász Istvánról. Ezt megcsinálni nem akármi. Én nagyon büszke vagyok az alpolgármester úrra, nagyon örülök, hogy összehozott el a sors, és mindenki meglepődött, én azt gondolom, hogy erre is képes, és nagyon nagy kíváncsisággal fogjuk olvasni, hogy mit alkotott. És gratulálok még egyszer! A könyvpremiér végén lehetőség volt elsőként hozzájutni a Menekülés a Földről című regényhez, amit a szerző személyesen dedikált az érdeklődőknek. A jó hangulatú bemutatót svédasztalos állófogadás zárta. Aki szeretne egy remek könyvet olvasni a manipulációról, hatalomélységről és az ezzel szembeszálló bátorságról és szerelemről, annak a legjobb választás Juhász István frissen megjelent könyve.